Jó ebédhez szól a nóta, tartja a mondás. Incsiklandó illatok szálltak a kalocsán az érsekkertben, ugyanis immáron 31. alkalommal rendezték meg a Csíplek Kalocsa elnevezésű paprika és gasztrofesztivált, ahol sokak örömére idén sem maradt el a főzőverseny, itt számos egyesület is megmérettette magát. Marha pofa pörköltet főzünk, ez a marhának a belső pofa húsából és a külső bőrös részéből áll. Hagyományos módon zsíron, hagyma, paprika föltesszük és várjuk azt, hogy mikor adja meg magát ez a marha, hogy fogyasztható legyen. Bízom benne, hogy igen, a zsűrinek tetszeni fog. Nagyon szeretünk, nagyon sok. Szerintem egy 15-20 éve már főzünk így. Maga a rendezvény nagyon jó, örülünk annak, hogy két év kihagyás vagy egy ilyen kis csendes időszak után újból visszatért. Nagyon hiányzott már nekünk is, szerintem Kalocsának is, és a vendégeinknek is, akiket nagyon sok szeretettel várunk mindig ide. Több versenyző is a marhapofa mellett döntött, és természetesen mindenki dobogós helyen szeretett volna végezni. Hát az elsők között reméljük. Bizakodóak vagyunk. Főszakácsoknak folyamatosan kell iszogatni, ez az első titok. Hát azt, hogy mit teszünk bele, azt majd csak a végén. 15 kiló. Hát egy 3,5 óra hossza, reméljük lassan elkészül. A fogásokat háromtagú zsűri értékelte, melynek elnöke Kelemen Endre Venezdíjas mesterszakács volt. Ő elmondta, hogy számos szempontnak kellett megfelelniük a versenyzőknek. Először is a szemünkkel kóstolunk, tehát a tálalásmódja, a kinézete az rögtön egy étvágygerjesztő és egy finom benyomást keltsen. Utána jön a húsok darabolásának a módja, a húsok fővésének a technológiája, elég puha, megfőtt, nem főtt, a szaftja, és utána az egészet összevetve az ízhatások, ezek a szempontok. Illetve feltétel volt, hogy a versenyzők kalocsai fűszerpaprikát használjanak a fogásokhoz. Csak is és természetesen, hiszen az egész fesztivál, vagy ez a baráti főző verseny arról szól, hogy igenis a kalocsai paprikát, amelyik az ország 40%-ának a paprika termését és exportát, sőt még külföldre is jut belőle. Tehát a Kalocsa kitermeli, megérdemli ezt a csodálatos reklámot és azt a csodálatos versenyt, amit itt minden évben rendezek. Sajnos az utóbbi években ugye kétszer nem voltunk, utána viszont, vagy előtte, még a pandémia előtt, ha hatalmas verseny volt, ez az érsekkert tele van. Hát most kezd újra éledezni, úgy néz ki. Gyakori hiba ugye a nem megfelelő fűszerezés, tehát elsősorban az íztelenség, aztán nem elhanyagolható, hogy bizony a bogrács szélére vagy aljára odakap, és a tapasztalatlan amatőr versenyző ezt belekeveri. Hát rögtön odaégett íze lesz a dolognak. Milyen ezek vannak? Sok minden van, mert én nem szeretem, ha a hideg tejfölt ráteszik az ételre. Mindig kérem, és most már tanultak az előző versenyekből, és a tanácsokból mellé adják például. Nálam az is egy hiba, hogy rajta van egy hideg tejföl, ami egyrészt van, aki nem eheti, ugye most már egyre többen érzékenyek erre a laktózításra, és elhűti az ételt. És a vendég döntse el magának, hogy tesz rá, vagy nem tesz rá. A fesztivál szervezői idén is gazdag, színes programkínálattal várták az érdeklődőket Kalocsára. Az ország legnagyobb fellépői szórakoztatják a közönséget. A tegnapi napon a Kowalski meg a Vega adott egy nagy koncertet DJ Dominik közreműködésével itt a szabadtéri színpadon. Mellettem hagyományőrző együttesek, civil szervezetek mutatják majd be a tudásukat. A mai napon pedig reggel 8 órakor elkezdődött a főzés, paprikás ételeknek a főzőversenye. A ma estének az egyik fő szenzációja az a Edda Műveknek a nagy koncertje. Fel fog előttük egyébként lépni a Don't Stop the Queen együttes, és szuper DJ-k fogják még szórakoztatni a közönséget a mai napon. Itt a sétányon láthatóak mögöttem a vendéglátósátrak, több mint 10 vendéglátó étkeit lehet megkóstolni, és közel 25 kézműves standot állítottunk ki, akik tényleg kézműves termékekkel készültek. Itt a főbejárat mellett pedig egy vidámpark került felállításra, úgyhogy alapvetően azt gondolom, hogy minden adott a jó szórakozáshoz, kellemesen lenged ez a levegő, nincsen se túl meleg, se túl hideg, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy igazi jó fesztivál idő van.
Zsikó Zoltán elmondta, hogy a fesztivál napjainkra már országos szintűvé nőtte ki magát. Azt gondolom, hogy egy rendezvény sikeréhez sok minden kell. Kell a helyieknek a szeretete, kell a helyieknek a nyitottsága ahhoz, hogy ilyen rendezvényeket megvalósítsunk, kell a vendég szeretete, kell az, hogy a vendégek és a turisták szeressenek egy térségbe megérkezni, és ott jó ételeket, jó italokat, jó társaságban tudjanak elfogyasztani. Kell az, hogy a helyi településnek a vezetői döntést hozzanak a tekintetben, hogy igenis támogatják a rendezvénynek a létrejöttét, hiszen egy ilyen nagy fesztivál megszervezéséhez nagyon-nagyon komoly döntésekre és hát szemmel látható összegekre van szükség. Ahhoz, hogy nagy fellépőket, nagy színpadokat tudjunk felállítani, azt sok pénzből lehet megtenni. Kellenek egy rendezvényhez jó támogatók, jó partnerek, kellenek olyan kiváló szakemberek, mint a mi szakembereink, akik lebonyolítják és megszervezik ezeket a rendezvényeket. Úgyhogy sok összetevője van, tehát olyan, mint egy jó paprikás étel, egészen a hagymátnak a megpirításától vagy a dinsztelésétől az elkészüléséig nagyon-nagyon sok folyamatnak stimmelnie kell ahhoz, hogy a végeredmény jó legyen, de mi szekszárdiak tudjuk azt, hiszen mi bortermelő vidék vagyunk, és pontosan tudjuk azt, hogy a jó borhoz is mennyi mindennek, a csillagok állásának hogy kell állni az égen, hogy aztán a kész ital, az a csodálatos ital, amit elfogyasztunk egy jó baráti társaságban, az tényleg profi és tökéletes legyen, ahhoz nagyon sok mindennek össze kell állni. Egy rendezvénynek is körülbelül ez az életciklusa, annyi, hogy nem egy éven keresztül, hanem egy kicsit rövidebb időn keresztül, de körülbelül hasonló módon kell egy jó bort, egy jó pörköltet elkészíteni, mint ahogy mi ezt a rendezvényt megszerveztük. Mindenből egy kicsit, de annyit, hogy tökéletes legyen.